Szervusztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, kedves magyar nép, roma nép, szeretteim, barátaim, az Úr áldása legyen veletek. 2020. január 18-a van, és mint ígértem, kedves kollégáim, nektek is tájékoztatásként mondom, rövidesen Nyíregyházára érek, szerintem 20 kilométernyire lehetek, és ugye tudjuk, hogy milyen ügyjel kapcsolatosan, ugye van az a két bizonyos romatelep, a keleti romatelep és a Gusev utcai romatelep, ahol kialakult az az áldatlan állapot és az a nagy feszültség, mert azért azt tisztázzuk le, hogy a feszültség az egyre gerjed, egyre jobban, és ugye már ott folyamatosan tájékoztatnak engem ugye helyi lakosok a helyi történetről, de azért meg is mutatom nektek, hogy itt milyen ködbertek, ha minden igaz. Igen, itt vagyok, meg akartam mutatni az utat is nektek, hogy mekkora köd van, tehát itt tényleg nem egy messzi látás van most a tisztán, tehát itt köd van, de szeretném, hogy a bizonyos politikusok fejéből is a köd eltűnne, pontosan azért, idézőjelben mondom, hogy persze egyre nagyobb a köd, most már látom, de a történet az, hogy igenis nagyon fontos, amikor családok életéről van szó, ugye már a keleti roma lakótelepről beszélünk, ahol az önkormányzat eldöntötte, és én azt gondolom, azzal nincs semmi problémánk, a helyi lakosoknak sincsenek problémáik, hogy az a roma telep terület el lett adva, úgyhogy ugye rövidesen nem tudom mikor lesznek vége, az a telep ledózerolásra lesz ítélve, ami nagyon fontos és nagyon jó dolog, mert a roma telepek felzárkózása a cél az Európai Unió és hazánk életében is, úgyhogy ez kell, hogy legyen, mert ez a célkitűzés ez megtörtént Európai Unió részéről, mint említettem, és én azt hiszem, hogy akkor, amikor fölvetődik az a kérdés, hogy egyik roma telepről a roma családok többségét áttelepítik a Gusev utcai roma telepre, hát az nem roma telepfelszámolás. Az egy még nagyobb problémát okozhat, még nagyobb feszültséget okozhat, ha bár el kell, hogy mondjam, hogy akik akarnak menni, és vannak ilyen családok, az Úr áldása legyen velük, én ezt szívemből kívánom. Viszont nagyon fontos az is, hogy vegyük figyelembe azon roma családoknak a álláspontját, hogy ők nem akarnak viszont oda menni, ha már felszámolják a roma telepet, akkor kapjanak a többségi társadalom környezetében kapjanak ugye lakhatást. Viszont a mi álláspontunk az Éke és az IMA jogvédő iroda álláspontja az Szávavicz országos elnökként és az elnökség is jogászaink szerint is természetesen egyöntetően az az álláspontunk, hogy vagy megfelelő lakást kapjanak a családok, a roma családok, akik nem kívánnak a Gusev utcai lakótelepre menni, vagy az az én gondolatom lenne, olyan összeget kapjon az önkormányzattól minden család, aki érintett ebben, és aki nem kíván ugye oda költözni egy zsúfolt roma telepre, azok viszont kapjanak annyi összeget az önkormányzattól, hogy meg tudják oldani a lakhatásukat. Ebben mi természetesen szintén partnerek vagyunk, mert ugyanis van egy ingatlan irodám is, és ebben a bizonyos ingatlanok keresésében is mi szívesen részt veszünk, amennyiben az önkormányzat ebben a dologban fölkér minket, tehát mi a megoldás híve vagyunk. Mi nem akarunk viszályt, mi nem akarunk feszültséget kelteni, mint sokan mások,
Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Úgyhogy én bízom abban, hogy pozitív megoldás születik, bízom abban, hogy nem lesz ebből per, mert az senkinek sem jó, hogy 2-3 évig záróva lesz az az összeg, ami még van. Szerintem egy olyan 900 millió, 1 milliárd körül még, ugye helyi roma vezetők elmondása szerint még ennyi van. Tehát ezt az összeget ugye kívánják állítólag az önkormányzatnak Huszab utcai roma telepre költeni. Én azt gondolom, hogy aki nem akar oda költözni, aznak megelégedésére is kell, hogy cselekedjen az önkormányzat. Az Úr áldása legyen mindannyiótokkal, üdvözöllek benneteket, és majd jelentkezem. Sziasztok!